Egy olyan kérdést vettünk elő, aminek az aktualitását a Zsidó Világkongresszusnak a budapesti ülése jelenti. Ha egy mondatban kellene összefoglalni azt az üzenetet, amit megfogalmazni szeretnénk, az úgy hangzana, hogy mindenféle rasszista megnyilatkozás ellen a legbiztosabb védelmet a hiteles kereszténység jelenti. Van egy teológiai és van egy lelkiségi oka ennek. A teológiai az az emberi méltóságról szóló keresztény tanítás, minden ember azonos méltóságáról van szó, ebből fakadnak a jogai. A lelkiségi pedig az egyetemes ember szeretetnek a követelménye, amelyik minden ember védelmédre kiterjed. Szeretnék néhány szót szólni az egyházak zsidó mentő tevékenységéről. Angelo Rotta volt a nuncius, aki nagy figyelmet fordított erre a munkára, és maga 13 ezer levelet adott ki, és a semleges nagykövetségeket összegyűjtötte ugyanebből a célból. Néhány főpapot is emlettenék, akik azóta ezért a tevékenységükért elismerést kaptak. Jádva sem díjjal tüntették őket ki, és részesei annak a körnek, amely az elismerést megkapta. Apor Vilmos püspök, vagy Mártonáron. De említhetném Svój Lajos székesfehérvári püspököt is, aki egy levélben arra szólította fel a papjait, hogy mindent tegyenek meg, az üldözöttek védelmében, akár az életük kockáztatásával is. A példákból kiderül, hogy sokan voltak, akik valóban üldöztetést szenvedtek a védelem nyújtása miatt, sőt, többen az életüket is áldozták. Stélo Gábor 2000 üldözöttet mentett meg, de Sós Géza református lelkészt is közöttük említhetjük. A mai napról szóló evangéliumból idézve, Jézus utolsó vacsorán adott kategórikus imperatúva folytassam. Az az én parancsom, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. János 15.12. Nem hívhatjuk segítségül Istent, ha nem tekintjük testvéreknek a zsidóságot. Elítéljük az antiszemitizmust, mert az nem egyeztethető össze az evangéliumi igazsággal, és Krisztus szellemével. Az igaz katolikusok így gondolkodtak a holokauszt idején is. Saját életük kockáztatása árán is rendkívüli bátorsággal és találékonysággal mentették az üldözötteket, és keltek a védelmükre. A teljesség igénye nélkül engedjenek meg néhány példát fölhoznom. Lazarista Ház Budapest, Irgalmas Nővérek zárdája. Szent szerzetes nők Sofiánum Leány Gimnáziuma, Sion Kolostor Sashegy, Szent Erzsébet Kórház, Szent Szív Nővérek Társasága, a Szakrekör Nővérek 2000 zsidó származású üldözöttnek biztosítottak papírokat és otthon, Tereziánum Kollégium, Jópásztornővérek Nővérek Korostora, Jezsuita Rendház, Ranoldel Intéze, Pannonhalmi Bencés Apátság, 760 üldözöttnek nyújtottak menedéket. Cisztercie. Szociális testvérek társasága slakta Margit segítségével és vezetésével oroszlán részt vállalta mentési munkában. Négy nővér halt mártír halált a nácik által. Az egyikőjük Salkaházi Sára nővér egy évvel a halála előtt ezt mondta. Ha valakinek a nővérek közül meg kell halnia ezekben a nehéz időkben, akkor az had legyek én. Isten elfogadta az ő áldozatát. Ők igazak voltak. Legyenek békés időben is mindannyiunk példaképei. Idézem a keresztény demokrácia nagy öregét, Varga Lászlót, aki életének felét Amerikában töltötte, és amikor elhangzott egy ilyen gondolat, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor ő azt mondta, hogy nincsen, lehet, hogy vannak antiszemita jelenségek, de Amerikában több van. Nem csak a zsidósággal szembe, de más ö, kisebbséggel szemben is elfogadók a magyar emberek. Másrészt pedig úgy látom, hogy a kormány a rendelkezésére álló eszközökkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a rasszizmust visszaszorítsa Magyarországon.